Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Szombaton Török Bálinton játszanak a listavezető Kékcápák. Kettős győzelemmel jutott a kupadöntőbe a Fátu Nyíregyháza. Konditermi edzésekkel is készül a folytatásra a Sényői futballcsapat. A Kislenk ellen szerezte meg 8. bajnoki győzelmét az NKS. 6 helyszínen rajtolnak el a hétvégén az utánpótlás futszáltornák. 21 csapat részvételével rendeznek focitornát Újfehértón. Szombaton idegenben játszik bajnoki meccset a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Az idén még veretlen Kékcápák Török Bálinton az MTK Elit Basket otthonában lépnek pályára. A legfontosabb az, hogy ezt a mérkőzést is nyerjük meg mindenképpen, és tudatosítani kell a játékosokban, hogy milyen jelentőséggel bír, és azt legfőképp, hogy semmilyen mérkőzés nem lehet egy másodpercig sem túl könnyen menni. Az MTK egyébként is jó formában lévő csapat, és hazai pályán nagyon veszélyes, úgyhogy figyelnünk kell mindenre. A legutóbbi fordulóban Salgótarjánban is nyerni tudott az MTK. Talán lehet azt mondani, hogy inkább játszó, mint harcoló csapatról van szó. Milyen taktika lehet jó ellenük? Azt hiszem, hogy legfőképpen a saját játékunkkal kell foglalkozni, mindenféleképpen meg kell őrizni azt az erős védekezést, amit az utóbbi mérkőzéseken megszoktunk, és ebből kell szépen építkeznünk. Az MTK játékát azt nem értékelném, azt majd a mérkőzésen, illetve a mérkőzés előtt azt megtesszük, hát ha tudunk nekik egy kis meglepetést okozni. Fogynak a fordulók, és az már biztos, hogy valahonnan a tabella elejéről kezdi majd a csapat a rájátszást. Mikor szóba kerül, mindig említett, hogy van még fejlődési lehetőség, potenciál a csapatba, hol jár most az együttes azon az úton, amelynek a végén ott lesz majd a playoff. Ezt mindig nehéz megmondani, hogy hol járunk. Nem tart rossz helyen a csapat, úgy gondolom. Egyre jobb egységet alkotunk, és azt hiszem, hogy megmutattuk, hogy idegenben is tudunk győzni, amire szerintem szükség lesz, hiszen ha az alapszakaszban a legjobb helyen szeretnénk megkerülni, akkor mindenképpen kell majd a MAFS-nál nyernünk. Alapvetően addig pedig figyelnünk kell minden mérkőzésre, hogy tudjuk megnyerni, és nem igazán arra számítok, hogy az ellenfél vagy mások fogják majd kikaparni nekünk a gesztenyét. Mi a saját dolgainkra szeretnénk figyelni, és bízom abban, hogy ezt meg is tudjuk tenni. Az elmúlt hetekben voltak kisebb-nagyobb sérülések, betegségek, most mennyire teljes a keret? Igen, ez így van. Szinte az egész csapaton végigment valamilyen vírus, és mindenkit egy néhány napra ledöntött. Brunónak volt ugye a boka sérülése, de szép lassan azért kijön mindenki ebből. Már korábban is említettem, hogy a srácok figyelnek azért önmagukban is a mérkőzésre, és vigyáznak magukra, mérkőzésekre, illetve a programunkra. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezen a szombati MTK elleni találkozón teljes csapattal fogunk tudni játszani. Természetesen, ha addig az edzéseken nem sérül valami, vagy nem kerül valami olyan esemény a képbe, amire nem számítanánk, de mindenféleképpen a legerősebb játékot szeretnénk mutatni a szombati találkozón is. Bejutott a Magyar Kupa döntőjébe a Fátu Nyíregyháza, miután 2 győzelemmel verte ki a Jászberényt. A bajnokságban pedig rangadót nyert Hollósi László együttese, a Békés Csabát múlták felül 3-0 a nyíregyháziak. Furcsa ilyet mondani egy kupa elődöntőben, de tényleg a papírforma, illetve a realitás az volt, hogy ezt nekünk hozni kell. És ahogy szokott lenni, mindig ezek a legnehezebbek. Főleg azért is, mert amiért talán a közönség is láthatta, egy kicsit morcosabb voltam, nem láttam a maximális koncentrációt a csapatomtól. Tehát nyilván természetesen a legfontosabb az eredmény volt, tehát hogy sikerült abszolválni és bejutottunk a kupa döntőbe. De én azért mindig föl szoktam állítani célokat a csapat elé, és megmondom őszintén, hogy nem voltam elégedett azzal a mutatott játékkal, amit én igazából mindig elvárok tőlük. Tehát én egy maximalista ember vagyok, és ezt a maximalizmust próbálom beléjük plantálni. Aztán jött a Békés Csaba elleni vasárnapi mérkőzés, ahol már szükség volt a maximális koncentrációra, és tekintve, hogy egy szettet 25-1-23-ra nyert a csapat, 3-0-át győzelmet a vége, akkor itt már alig havott be a koncentrációval. Levonva a tapasztalatokat a Jászberény mérkőzés után egy-két játékossal leültem beszélgetni, és elmondtam nekik, hogy mik az elvárásaim. Itt igazából soha nem azt fogalmazom meg, hogy na most minden áron győzni kell, és ha nem, akkor összedől a világ, hanem tényleg mindig azt hangsúlyozom a játékosoknak, hogy a legfontosabb az, hogy hasznosan éljék az életüket. Tehát amit csinálnak, jelen esetben a röplabda, azt úgy töltsék el az itt
azt itteni időt, amit edzéssel, illetve a mérkőzéssel töltünk, hogy igazából, ha nagyon őszinte vagyok, a karrier nem túl hosszú, főleg egy játékosnál, tehát maximum 10-11 év. Nincs sok idejük begyűjteni úgymond azokat az emlékeket, eredményeket, amikbe majd, ha nagymamák lesznek, majd jó lesz elmesélni az unokáknak. Úgyhogy nyilván emlékeztetni kell őket ezeket, amikor emberek fáradtak, vagy egy kicsit lustábbak. Ilyenkor emlékeztetni kell őket, hogy miért vannak itt. Én nagyon örülök, hogy ezt sikerült megérteniük a Békés Csaba ellen. Habár a 3-0, illetve a fogadóirodáknál is ugye elvileg mi voltunk a favoritok. Én meg úgy gondolom, hogy ez volt az egyik legnagyobb bravúr győzelmünk ebben a szezonban. Azt látni kell, hogy a Békés Csaba nagyon komoly játékosokat igazolt. Tehát ha a papírt nézzük, és csak a neveket, akkor ezek a játékosok úgymond már tényleg világklasszis, tehát főleg az átlójuk, aki ugye Dél-Koreába játszott, Dél-Koreába csak a legjobb játékosokat viszik, de hát a Jerkov is, illetve hát a feladójuk is top bajnokságokban edződött. Úgyhogy én azt mondom, hogy a realitás nem ez volt. De nagyon örülök, hogy mertek a lányok álmodni, és merték a saját határaikat feszegetni. Ha egy csapat meggyer egy szoros szettet egyszer-kétszer, aztán lehet a véletlen számlájára írni, de ez már a sokadik olyan szett volt a bajnokság, a kupa vagy a CEF kupa során, ahol a Nyíregyháza javára billent a mérleg. Most jó oldalt játszunk a Jóistennél, bár ahogy szoktam mondani, ugye Jóisten mindig X-re játszik. De én azt szoktam mondani a játékosoknak, hogy a szerencséért, a sikerért kőkeményen meg kell dolgozni. Tehát mindig sokkal több munkát kell beletenni, hogyha ilyen szoros játszmák vannak, vagy esetleg hátrányban vagyunk, hogy legyen hova nyúlni. Tehát mindig legyen a hátizsákban az a tartalék, amihez hozzá lehet nyúlni. Nem lesz ez mindig így természetesen. De annak örülök, ha tényleg az látszik, hogy igenis van egy tartása a csapatnak, és én továbbra is azt mondom, hogy akkor lehet tartása a csapatnak, hogyha minden nap maximálisan fölkészül. Sokan elmondják, hogy kőkeményen kell dolgozni. Ez csak az egyik része. Én hiszek abban, hogy nem elég kőkeményen dolgozni, ez csak az alap, hanem egy tudatos munkát kell végezni, és próbáljuk kollégáimmal ezt a tudatos munkát a lányok felé közvetíteni. Remélem, hogy vevők rá. Most kell nekünk tényleg nagyon koncentráltnak lenni, és nem szabad megelégedni a mostani eredményekkel, mert a java még csak most jön, tehát még jobban egy lapáttal, amit már említettem, tényleg azt próbálom a játékosokba elhitetni, hogy a határ az csak saját maguk, semmi más. Szerdán már is következik egy újabb meccs, Zágrában egy CEF kupa 8-at döntő visszavágó, itthon 3-2-re nyert a csapat, és most már test közelből ismerhetitek az ellenfelet, milyen meccsre lehet számítani, milyen esély van a továbbjutásra? Egy nagyon kemény mérkőzés volt, aki kim volt, az láthatta, hogy ezek a papíron leírt dolgok, hogy ugye a Zágrábnak nincsen légiósa, csak horvát játékosa. Ez nagyon veszélyes, mert a horvátok egy nagyon jó rendszerbe dolgoznak. Tehát tudatosan európai topbajnokságokban nevelik a játékosaikat, és úgy mondom, Mladost Zágráb az utolsó lépcsőfok otthon, mielőtt ki tudnának lépni. Úgyhogy egy nagyon motivált fiatal gárda, akinek igazából semmi veszítenie valója nincsen, és ebben rejlik talán a veszély, hiszen nem nyomja őket egyáltalán a teher. Úgyhogy az nyilván egy nagy előny, hogy itthon tudtunk nyerni, de hát ez csak egy nagyon pici hajszálnyi előny. Egy kőkemény mérkőzésre számítok. Most már azért teljes csapattal, remélem, addig nem történik semmi, fogunk tudni felállni. De hát, mint ahogy tegnap a Békés Csaba ellen, most is minden pontért meg kell küzdenünk, minden pontért meg kell izzadnunk, és akkor van esélyünk arra, hogy abszolváljuk ezt, de garanciát a sportban nem lehet soha adni, de azt mindenképp ígérhetem, hogy a csapat az utolsó leheleteig fog küzdeni. Aztán, hogy mire lesz elég, azt majd szerda este megmondom. A nyíregyháziak zágrábi játéka 3-2-es vereséggel végződött, így aranyszett döntött a továbbjutásról, amelyet a hazaiak nyertek, így a horvátok jutottak a legjobb 8 közé a CEF kupában.
A labdás edzések mellett konditermi tréningekkel is készül a folytatásra a Sényei futballcsapat, amelynél minimális játékos mozgás volt a téli szünetben. Kristófi Sándor és a Márton András távozott Tiszaújvárosban, Varga József Nyílgyulajba távozott, érkezett Farkas Márka, a Nyíregyháza Spartakusztól, ő már ősz óta velünk edz. Fiatalok kerültek fel a kerethez. Igen, felkerült öt fiatal, Krizsanovszki Ádám, ő kapus, felkerült a Pál Zsombor, Kerecsényi Gábor, Tőkés Tibor és a Barta Gábor. Ő 2002-es és 2003-as születésűek. Lehet-e valami változási csapatjátékában annak tükrében, ugye, hogy azért ősszel jól szerepeltetek? Nem tervezünk semmilyen változást, szeretnénk ott folytatni, ahol ősszel abba hagytuk. Az edzőmeccsek programja hogy néz ki, hogy nézett ki? Túl vagyunk 4 edzőmérkőzésen, és lesz még 5 edzőmérkőzésünk. Hosszú pihenő után, hosszú felkészülés közben van a Sényei futballcsapat. Ennek tükrében hogyan állítottátok össze a programot, mire figyeltetek? Hát ugye volt 6-7 pihenő, ez alatt azért volt a vége fele mindenkinek kiadva saját egyéni program, amit a fiúk elvégeztek, így nem teljesen nulláról kellett kezdenünk a felkészülést, így is elég hosszúra sikeredik, ugye lesz egy jó 7 hetünk, meg még egy kicsivel lehet, hogy több. Megpróbáltuk változatosan összerakni, ugye kinti edzéseken azért jöttünk ide ilyen crossfit edzésre is, hogy egy kicsit kizökkentsük őket a megszokott monoton dolgokból. Hogyan fogadják a srácok ezeket a konditermi edzéseket? Nehezen, ugye, de annak örülnek, hogy egy kicsit legalább változatosság, valamint voltunk uszodába is, úgyhogy próbáljuk tényleg minél színesebbé tenni nekik a felkészülést. A tavaszi szezon lényegesen rövidebb lesz, mint az őszi. Ezt figyelembe veszitek a felkészülés programjának összeállításakor? Hát igen, ugye most csak 12 meccset kell játszanunk. Ugye a múlt évben 17 meccset játszottunk ősszel, ugye két előrehozott forduló volt, valamint az Ózdot, hogy kizárták, így csak 12 mérkőzés vár ránk tavasszal. Ugye jóval kevesebb lehetőség lesz a pontszerzésre is, viszont rövidebb lesz a bajnokság. Úgyhogy hát ez alatt a 12 meccs alatt kell lesz majd minél több pontot szereznünk. Jó pozícióban van a csapat, mi a cél? Megőrizni ezt a jó pozíciót, de egyébként ugye a fő cél mindig is az volt Sényőn, hogy legyen egy jó középcsapat a Sényő itt az NB3-ba, ne kelljen ilyen kieséssel küszködni, kínlódni, úgy gondolom, hogy ennek megfelelően eleget teszünk. A futballban téli időszakban meglehetősen szokatlanul hosszú volt a pihenőtök, a szünetetek hogyan telt? A megszokottól jóval több időnk volt most a pihenésre, ez jól is jött a csapatnak, hiszen hosszú volt az őszi szezonunk. Mindenki az első két hétben pihent, utána volt egyéni programunk, amit az edzők kiadtak nekünk, azt mindenki elvégezte. Voltunk kispályás tornákon is, amin részt vettünk, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki feltöltődve tudta elkezdeni a felkészülést. Neked ősszel jól ment a játék, volt esetleg magasabb osztályú megkeresés, vagy fel sem merült, hogy csapatot váltasz? Jól sikerült a fél szezonom, úgy gondolom, megkeresésem nem volt. Azt gondolom, hogy most a csapatnak remélem ugyanúgy tudok segíteni, ahogy az előző fél szezonban, hogy elérjük azokat a célokat, amiket kitűztünk magunk elé, és reméljük, hogy a nyáron nem csak engem, hanem több olyan játékosunkat is megkeresnek, akik értékelnek a csapatnak és segíteni tudnak. Nem csak a pihenő volt hosszú, hanem a felkészülés is meglehetősen hosszú, hiszen majd március elején folytatódik a bajnokság. Mit szóltak ezekhez a konditermi edzésekhez? Hallom, volt uszodai edzés is, uszoda látogatás, tehát meglehetősen változatos a program, bár tudom, a futballisták leginkább labdával szeretnek edzeni. Hosszú ez a felkészülési időszak, nem ez a kedvenc részünk a fociban, de ezt is el kell végeznünk ugyanúgy, ahogy a hétközi edzéseket szezon közben. Az edzők próbálnak minél változatosabb tréningeket kitalálni. Tegnapi nap folyamán uszodában voltunk, tegnap előtt ugyanígy a crossfit edzésen vettünk részt, mai nap is, este vár ránk egy edzőmérkőzés. Azt gondolom, hogy ez a változatosság azért megtöri azt a monotonitást, ami szükséges ahhoz, hogy élvezzük ezt a nehéz időszakot. Kevesebb meccs lesz lényegesen tavasszal, mint ősszel volt, amivel lennél elégedett a bajnokság végén? 12 bajnoki meccs vár ránk tavasszal. Én azzal lennék elégedett, meg szerintem a többiek is, hogyha ott folytatnánk, ahol abba hagytuk, hogy a 4 győzelmi sorozatot minél tovább ki tudnánk tolni. Azt gondolom, hogy egy jó felkészüléssel és egy fontos lesz az első meccsünk a táj ellen, hogy egy jó rajtot vegyünk, és ez a lendület remélem minél tovább kitart majd, és elérjük azt, hogy a dobogó bármelyik lépcsőfokán maradjunk.
megszerezte 8. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttesek 96-71-re verte a Kislenke Kosárlabda Akadémia csapatát. Amikor fönn voltunk Budapesten, már akkor is ugye érződött ezen a csapatom, hogy igencsak egy harcios, agresszív, kemény játékot játszanak, hogy úgy nézett ki, hogy azért fölkészültek a játékunkból, tehát nagyon figyeltek arra, hogy a palánk alatti játékunkat megpróbálják valamilyen szinten kivédeni. Ebből következett, hogy ott azért sokkal jobban kellett figyelni, és azért ott volt egy-két olyan kemény küzdelem, ami azért eléggé felpaprikázta itt a dolgokat. Hozzá kell tenni, hogy azért tehát a mi játékosunk se azok a kis nátszálvirágok, akik régebben voltak, tehát itt azért igyekeznek ők is fölvenni ezt a keménységet. Ugye az is nehezítette a dolgunkat, hogy nekünk úgy kellett variálnunk ezeket a mérkőzéseket, hogy a juniorunknak több pihenőt kellett adni, a kadettból se tudtunk annyi játékos följátszatni, akit egyébként föl szoktunk játszatni, mert nagyon sok utánpótlás mérkőzés volt a héten, és figyelni kellett arra, hogy a terhelést hogy osztjuk el. Ezért meg kellett próbálnunk olyan összetételben játszani, hogy az ne okozzon gondot, és ugye itt az elején beleszaladtunk egy olyan szituációba, hogy vezettünk már 10 ponttal, de valami szinten lankadt a koncentrációnk, kihagytuk a helyzeteket, nem úgy védekeztünk, és följött Egára a Kislenkesült, átvette a vezetést, és onnantól kezdve kezdődött el ez az igazán paprikás hangulat, mert hogy most magunkra húztuk az ellenfelet, tehát az ellenfél elhitte azt, hogy őnek itt ma van keresnivaló és mérkőzés fog tudni nyerni, és innentől kezdve azért nagyon nehéz volt nekünk úgy koncentrációban, dobásban és minden másban fölvenni a versenyt, hogy ez a későbbiekben ne okozzon gondot. A második fél időre sikerült ezt a kérdést megoldanunk, akkor ugye sikerült úgy rendezni a sorainkat, védekezést váltottunk, tehát beálltunk egy kis zónavédekezésre, megpróbáltunk más taktikával játszani, tehát megpróbáltunk nem csak a palánk alatti helyzeteket, hanem külső kiosztásokból is pontot szerezni, és ott azért kialakult ez a 15-20 pontos előny, és ugye itt már nyugodtan fölmehetünk küldeni a fiatalabbakat, és ők is tudták tartani ezt az eredményt, tehát ugyan kicsit paprikás hangulatban, de végül győztesen hagytuk el a pályát. Ami viszont mindenképp visszatol jövőre nézve, hogy egy ilyen meccsen is pont erősen játszott a csapat. Nem azt mondom, hogy túl jó százalékba dobtunk, de már az ütközésekből, tehát nem elesünk, hanem meg tudjuk tartani magunkat. Ez nagyon fontos dolog a későbbiekre nézve, mert ugye, hogy fontosan ilyen mérkőzéseket kell játszanunk, és igen, tehát ez nagy öröm. Reméljük, hogy a következő mérkőzéseken ebből fogunk tudni kamatoztatni. A következő meccs Tatán lesz, a Tata pozícióját tekintve a tabellán egy vendéggyőzelemre lehet számítani. A Tata már most kezd új játékosokat hozni, tehát Székesfehérváron több játékost is beigazolt. Ugyan ez azt látszik az eredményén, hogy már sokkal több pontot dob, sikerült is egy győzelmet szereznie. Én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül ez a Tata nem okozhat nekünk gondot és problémát, hát idegenben is meg kell nyernünk ezt a mérkőzést. Papírforma eredményt hozott a nyíregyházi Tech Club zalaegerszegi vendégjátéka, a listavezető hazaiak 8-0-ra megnyerték a találkozót. Mondhatjuk azt, hogy mindkét csapat különféle célokkal vette ezt a mérkőzést. A hazaiak a következő BL fordulóra hangolnak, ezért teljes csapat találtak ki. Még nálunk az előző hazai mérkőzéshez képest 4 játékos hiányzott a 6 fős keretből, de mondhatnánk azt, hogy így a többiek is játék lehetőséget kaptak, és azt lehet mondani, hogy csere nélkül játszottuk le ezt a mérkőzést, így egy könnyedebb edzésnek kellett felfognunk, és igenis azt lehet mondani, hogy jó hatással volt jó néhány játékosra, hogy abszolút tét nélkül játszhatott. Az előzetes várakozásnak ellentétben a 8-0 az természetesen papírforma, de a megszerzett belső szettek tekintetében 5 belső szettet is sikerült elhoznunk, és azért ez is valamelyest egy jó dolog lehet. A jövőre nézve kiemelném például Szlovenszky Attila 2 szettpontot is elcsent ellenfelével szemben, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy mégis egy kicsit mosolyogva, de jó ízűen jöttünk el az zalaegerszegi Tekekatlanból. Mennyi hiányzott egy bravúrpont szerzéshez? Igazából a Stéjár Tamás volt abszolút közel egy bravúrpont szerzésre, csupán 3 fával kapott ki a válogatott kerettag Rudolf Balázsa szemben, utolsó dobásokig kielezett mérkőzést vívott, illetve azt lehet mondani, hogy nekem csúszott el az utolsó szett, meg a Szlovenszky Attilának is az utolsó szettbe ment el egy 12-13 fával, úgyhogy abszolút azt lehet mondani, hogy partiba voltunk jó néhány szettnél, de mindenképpen megérdemel.
német volt a hazaiak győzelme, és még egy nagyon érdekes dolog, hogy a 3003 fát megközelítettük ezzel az összeállításban is, úgyhogy ez mindenképpen egy kellemes meglepetés volt magunkkal szemben. A hétvégén újabb idegenbeli meccs hasonló kaliberű ellenféle szemben Szegeden léptek dobóállásba. Ott milyen csapattal indultok majd, és mi a cél? Mindenképpen ez a mérkőzés is arról fog szólni, hogy úgymond letudjuk azt a találkozót. Attól függetlenül mindenképpen a Fehér Béla, hogy hazalátogat, így valamilyen szinten neki fontos lesz. Bízunk benne, hogy nem 8-0 lesz a vége, hanem egy 7-1 vagy akár egy 6-2-t sikerül majd egy jó párosítással elhoznunk, de alapjában véve inkább a másnapi mérkőzésre fogunk majd koncentrálni, ugyanis a Magyar Kupába elindultunk ebben az évben, és a harmadik fordulóba csatlakozunk be, mint kiemelt csapatként, és a Tatabányát fogadjuk vasárnap, úgyhogy mindenképpen egy kettős terhelés elé nézünk majd a hétvégén. A kupa meccs lebonyolítása egy picit eltér a bajnoki meccsétől, milyen formában versenyeztek majd? Itt csak 4 fős csapatok vannak, és a mérkőzések lebonyolítása lényegében ugyanaz, mint egy bajnokinak, de lényegesen rövidebb. Én úgy gondolom, hogy sok csapatnál van jó 4 játékos, így nagyon kiélezett lehet majd a Magyar Kupa minden egyes mérkőzése. Jelen pillanatban az NB2 nyugati csoportjába tartozó Tatabányát fogadjuk majd vasárnap hazai pályán, és az azt következő vasárnap játszuk a visszavágó Tatabányán, ebben egyezett meg a 2 csapat. Nem fogjuk félváról venni semmiképpen, főleg azért, mert hogyha netán sikerül a Tatabányán túljutnunk, akkor a igencsak patinás répcelak következik majd, és hogyha hozzáteszünk, hogy 3 hét múlva jönnek Nyíregyházára, és ott is egy 2-es mérkőzést fogunk a terveink szerint végrehajtani, azt mondom, hogy komoly reményekkel szeretnénk már arra a mérkőzésre is felkészülni. A hétvégén 6 helyszínen elrajtolnak az MLS megyei igazgatóság által kiírt utánpótlás futszáltornák. Az U11, az U13 és az U15-ös korosztályban közel 100 csapat lép majd pályára. A futszál utánpótlás bajnokságaink ugye szintén már hónapok óta zajlanak. A 17-20 fiúknak, illetve az U15-ben van bajnokság is a fiúk részére, és most ezen a héten indulnak majd a tornák a legkisebb korosztályúaknak. Itt az U11, U13-as korosztályra kell gondolni, valamint az U15-ben is vannak olyan csapatok, akik a bajnokságot nem tudták ugyan vállalni, de a torna rendszerű kiírásunkban részt vesznek. Megyei csapataink részére írtuk ki, és elég szép számmal jelentkeztek, minden évben évről évre növekszik a jelentkezők száma. Most mind a 3 korosztályban külön-külön több mint 30 sportegyesület nevezett, így majdnem 100 csapat fog részt venni ebben a 3 kiírásunkban. Most hétvégén indul, ahogy említettem, 6 helyszínen. Minden korosztályban igyekeztünk azért területi alapon beosztani a csapatokat, hogy a lehető legkevesebbet kelljen utazni a számukra. Február hónapban megrendezzük ezeket a területi selejtezőket, és az ott győztes, a 6 helyszínen győztes csapatok játsszák majd március elején, előreláthatóan március elején a megyei döntőket. Ugye a csarnokok adottak a megyében, ahol szoktunk rendezni futszált, így azért, ha lehet, akkor felsorolnám, tehát Csenger, Újfehértó, Gyulaháza, Levelek, Tiszavasvári, általában ezek ugye a helyszínek, Nyírbátor még, ahol lehet ilyen mérkőzéseket rendezni, és bízunk benne, hogy minden gond és probléma nélkül ez le fog zajlani. Természetesen ezen a tornán is csak olyan játékosok vehetnek részt, akik futszál érvényes versengedéllyel, valamint érvényes sportolósival rendelkeznek. Évekkel ezelőtt a nagypályás csapatok edzői nem nagyon örültek annak, hogyha futszaloznak a játékosok, sőt az utánpótlásban sem nagyon segítették a futszához a játékosokat. Ezek szerint megfordult a trend? Igen, azt látom, hogy megfordult, és ez elsősorban azért, mert maga a világtrend is megfordult. Tehát amikor a világ vezető klubjainál futszaledzéseket tartanak, vagy erről szólnak, hogy például ugye a spanyol élklubok, vagy német élkluboknál beraknak a felnőtt csapatoknak az edzéseibe is külön futszaledzéseket, vagy adott esetben a futszálszakákból jövő játékosok profi szerződést kapnak, akkor igen, elgondolkodott itt mindenki, és végül belátták azt, hogy amit a futszálban erőltetnek, ez a 2-3, az egyenleni játék, az 1-2 érintős játéknak, igenis fejleszti a nagypályán is a játékosokat, valami technikai tudás képzéshez is megfelelő ez a kiegészítő sportág. Lassan közeleg majd a megyei bajnokságok rajtja. Egy liga napot tart az igazgatóság, hol és kiket vártok rá?
Február 10-én tartjuk ezt Baktaló Rendházán, a szokott helyen, a művelődési központban. Ugye, mint a megye közepe, Baktaló Rendház, ezért szoktuk arra a Liga napot kiírni. 17 órás kezdéssel, úgy gondolom, hogy aki el szeretne jönni, akkor arra oda is ér. Szeretném, hogyha minél több sportegyesület képviselője ott lenne, hiszen fontos információkat fogunk megosztani velük, ugyanis különböző szabályzatainkban is változások történtek, valami ne felejtsük el, hogy azért 2020-21-es szezonban ugye a megye másodosztály is teljesen át lesz reformálva, hiszen 3x14 csapat fog most már részt venni, és ehhez kapcsolódóan egyébként az utánpótlás, a bajnokságok korosztályaiban, kiírásaiban is komoly változás lesz, amit ott a Liga napon szeretnénk majd elmondani a csapatvezetőknek. 21 csapat részvételével rendeznek öregfiúk futballtornát a hétvégén az újfehértói szabadidőközpontban. A hazai együttesek mellett Ukrajnából és Romániából is érkeznek majd 40 év feletti játékosokat felvonultató csapatok. A versenykiírásban változtattunk, mert az első alkalommal a második napunk nagyon elhúzódott, így rövidítettünk a második napon, ami azt jelenti, hogy szombaton reggel 9-től este fél kilencig tartanak a mérkőzések, vasárnap egy csoportmérkőzés lesz, egy csoportnak a mérkőzéseli, és délután 5 órára vég lesz a rendezvényünknek. Hány csapat vesz részt a tornán, és onnan érkeznek a részvevő együttesek? 21 csapatra tervezünk. Nagy örömünkre határon túlról is két erdélyi csapat, a Székelyhídi Törekvés, illetve a Mezőpeti csapat elfogadta a meghívásunkat, illetve Ukrajnából is jön egy csapat. Arra kíváncsiak leginkább a szurkolók, hogy lesznek olyan futballisták, akiket korábban láthattak a nagypályán, lesznek olyan csapatok, amelyekben ilyen labdarúgók szerepelnek. Igen, a keleti régió ugyebár nagy hagyományokkal rendelkezik, a Spari Diósgyőr, illetve a Spari Debrecen mérkőzés. Hát most lesznek részvevők, akik a régi csatákban részt vettek. Az FC Joró Diósgyőri csapatból nagyon sok régi diósgyőri játékos, illetve a Dentofit csapatából a válogatottak sora Sándor Tamás, Sándor Csaba, Bernát Csaba, Igor Bogdanovics, illetve Kerekes Zsombor nevével fémezett csapat érkezik, illetve a Nyíregyházakról se feledkezzünk el. Biztos, hogy ott lesz a Standok csapatából Ádámszky Róbert, Hóman Rihád, Erdei Zolika, biztos, hogy nagyon jó mérkőzésekre van kilátás. Milyen a torna díjazása? A torna díjazása 300 ezer forint. Az elsőtől a negyedik helyezett csapatig is kapnak pénzjutalmat. A csapatok 150 ezer forint az első, 75 a második, 50 a harmadik, és a negyedik helyzet is 25 ezer forintot kap. Lesz-e belépő, vagy pedig a szurkolókat nyitott ajtók várják? Természetesen a mi rendezvény mindig díjtalanok, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit február 15-én és 16-án újfehértói szabadidőközpontba. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!